Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Egy heti jóslás november 27-éig. Egy XL kirakás. A fő téma itt látható középen, és ezen a képen egy lelkész látható. Ez utalhat vallási témákra, ez utalhat egy spirituális területre, de azt is jelentheti, hogy valaki esküszik valamire, és hihetsz a szavaiban. De ha itt egy örökösödési ügyről lenne szó, hiszen itt látható ez az özvegy férfi, aki lehet egy özvegy nő is, hiszen a kártyáknak szimbolikus jelentése van, utalhat egy örökösödési ügyre. Ebben az esetben itt látható a veszteség és ez a tolvaj. Akkor vigyázni kell, az anyagiakra oda kell figyelni. Ha más témákról van szó, mint például a szerelemről, akkor ez az özvegy férfi jelenthet egy kicsit idősebb férfit, vagy jelentheti az ő tartását, hogy egyedül érzi magát, hogy magányos, és ebben az esetben a lelkész itt azt jelenti, hihetsz a szavaiban, megbízhatsz benne. Itt van a vágy, az álmodozás, ez utalhat a te tartásodra, de jelenteti azt is, hogy ő így gondol rád. Ha te egy hölgy vagy, akkor megjelensz itt a kártya kivetésnél, mint egy szerelmes nő, és itt nem csak a párkapcsolatról van szó, a hitről, a szeretetről, a szerelemről, a vágyakról, az álmokról és a reményről, hanem a munkáról, a hivatásról is szó van. Akkor ez a lelkész utalhat egy spirituális területre, és akkor itt megvan az állandóság, ami a munkádat, a hivatásodat illeti. Sőt, itt lesz egy találkozás, hiszen valami vagy valaki meglátogat téged. Itt javul a helyzet a párkapcsolatot illetően és a hivatást illetően is. Ami pedig a jövőt illeti, azt itt láthatjuk az L betűnél. Itt lesz egy utazás. Ez lehet egy utazás tervezése, lehet külföldi kapcsolat is, de ez az utazás jelenti a mozgást, a változásokat. Itt lesz egy fontos hír, és megjelenik az örvendezés. Ez lehet egy jó hír, vagy egy találkozás, vagy egy látogatás, vagy egy meghívás. De azért légy kicsit óvatos, hiszen a háttérben megjelenik ez a féltékeny férfi, de mint mindig a kártyáknak van szimbolikus jelentése is, és itt a háttérben lehet egy nő is, aki kíváncsi vagy irigy rád. Minden esetre itt látható ez az ellenség. De mivel az utolsó kártya nagyon örömteli, akkor az azt jelenti, hogy ez az ellenség eltávolodik, hiszen az utazás jelenti ezeket a változásokat. Sőt, az is lehet, hogy ez az ellenség a környezetedben el fog költözködni, vagy külföldön él, tehát el fog távolodni az életetekből. És én kívánok neked egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Denderá!